December 11-én tartotta a Devecseri Zeneiskola a karácsonyi koncertjét. A műsorban a zeneiskola növendékei és tanárai szerepeltek. Kedves gyerekek, kedves kollégák, vendégeink, sok szeretettel köszöntök mindenkit a Devecseri Zeneiskola karácsonyi koncertjén. Köszöntöm a pápai tankerület igazgatóját, Egyházi Andreát. Köszöntöm intézményünk igazgatóját, Mayer Gábort. A Tüskevári iskola igazgatóját, Mayerné Orbán Szilviát. Karácsony a szeretet ünnepe. Ilyenkor igyekszünk megajándékozni egymást. A legszebb ajándék az, amit mi magunk készítünk, legyen az egy szép rajz, vagy egy saját készítésű finom sütemény, vagy egy akármilyen kis apró ajándék. Mert miközben készül, arra a személyre gondolunk, akinek szánjuk a meglepetést. És így lélekben vele vagyunk. A zeneiskolások nagyon régóta készülnek a karácsonyi műsorra, hogy köszönthessék társaikat, az iskolás társaikat és a megjelent vendégeket.
Ezzel szeretnénk örömet szerezni nem csak a gyerekeknek, hanem azoknak a tanároknak is, akik igazából nem látják, csak mindig elengedik a zeneiskolába a gyerekeket, hogy na, megy pikulázni, és most tessék megfigyelni, hogy milyen ügyesek, mennyit fejlődtek, és igenis érdemes a zeneiskolába járni. Arra szeretnélek benneteket kérni, hogy hallgassátok úgy a műsorunkat olyan szeretettel, mint ahogy mi készültünk rá. Értékeljétek a legapróbb dalocskát is, mert abban is benne van minden, amit csak adni lehet. Tiszteljétek meg társaitokat azzal, hogy figyelmesen és csendben hallgassátok a műsort. És biztassátok jó nagy tapssal! Elsőként a kis zenekart hallhattátok, még Ormánd Laki Péter átiratában készült, Beethoven német tánc volt az első, a másik pedig Gárdonyi Géza szerzeménye, melyet karácsony alkalmával komponált, az a címe, hogy Fel nagy örömre. A zenekart vezették Hekele Dániel és Göcsei Márk tanárbácsik. Szabó Álmost szólítom, aki Furuján az egyik legismertebb gyerekdalt fogja eljátszani, a Hullapelyhes fehér hót. Másodikként Beck Konstantin szólítom, aki szintén egy téli dalt fog játszani, címe Hullahó, Hullahó. Pápai Kevin szólítom, gyere Kevin, a másik nagyon ismert karácsonyi dal, a Kis karácsony, Nagy karácsony, most ezt halljuk tőle. Még mindig furujásokat hallotok, és nincs vége a karácsonyi daloknak. Tahin Noel az Ember-ember december kezdetű dalt játsza.
első kör végén egy zongora produkciót hallhattok, Mennyből az angyal, játszik Orosz Petra. Most következik az ismétlés, de mivel a zenében soha nem ismételünk ugyanúgy, most minden egyes dal egy kicsit másképp fog elhangozni. Hegyi Panna Sára előadásában hallgassátok meg a Hullahó, Hullahó kezdetű dalt. Mert, bocsánat, Gyenes Levente és Kis Gergő két gyerekdalt fognak eljátszani. Gergőnek trombitája van, Levinek pedig tenorkürtje. Hát lám-lám, a furúja után ide lehet eljutni, és az, hogy ők ugyanazt a dalt játszották egymás egyszerre, az már majdnem olyan, mintha a zenekarban ülnének, és nagyon reméljük, hogy jövőre már itt lesztek. A Mennyből az angyalt már hallhattátok zongorán, most két klarinéttal fogjátok hallani, Csík Luca Sára és Jó Magam előadásában. Thank you.
Zimmer von Raoult szólítom, a kis zongorán a kiskarácsony nagy karácsony dalt játsza. Bizony, amikor valaki itt kint ül, sokszor azt se tudja, hogy fiú-e vagy lány, nem hogy G vagy F, ugye? Azért nagyon nehéz és nagy kihívás, főleg úgy, hogy itt ül az összes osztálytársatok. Úgyhogy legyetek türelmesek, és hallgassuk meg most Zsidó Attilától, méghozzá trombita hangszeren, a következő gyerekdal szintén. Gyere! Ígérem, már több gyerekdal nem fog elhangozni, karácsonyi még lesz. Most hallgassuk meg Mészáros Zoltán és Heikele Dániel előadásában Handel Messiás című oratóriumából, a győzelmi kórusból egy részletet. Ismét egy zongorista következik Váti Kristóf személyében, egy ma még el nem hangzott karácsonyi dal, karácsonynak éjszakáján. Thank you.
Most egy nagyon szép hangszer következik, sokakat vonz ez a sok fényes billentyű. A hangszer neve szaxofon, aki rajta játszik, azt pedig úgy hívják, hogy Tóth Albert, és egy nagyon ismert karácsonyi dalt fogtok hallani, de olyat, amit nem szoktunk énekelni. Na, most akkor gyere! Simon Szofi jön zongorázni, Cornelius Gurlit nevű zeneszerző himnuszát. Gloria in excelsis Deo, klarinéton játszik Szabó Zoé. Thank you.
Most egy Leopold Mozart szerzeményt hallottok, ő volt a Wolfgang Amadeus Mozartnak az apukája, ő is nagyon sok zenét írt, többek között egy menüettet, ami egy tánc, és Kozák Dávid előadásában hallhatjátok. Szokták mondani, hogy akasztani viszik a hóhért. Mi is bemutatkozunk, hogy azért még tudunk a hangszereinken játszani. Hekele Dániel trombita, Göcsei Márk trombita, Huszár Katica zongora, és jó magam klarinéton Bach téli dalát fogjuk eljátszani. Szeretnénk könnyed hangulatban befejezni ezt a szép kis karácsonyi koncertet. Az utolsó előtti műsorszám következik, és az a dal szövege, hogy ha elmúlik karácsony, a szeretet lángja halványabban ég. Hallgassátok meg Orsos Jessica-t fuvolán. Thank you.
és az utolsó műsorszámra kérem fel a zeneiskolásokat egy közös műsorszámra. Havas vég, tetején lakik rég egy rénszarvas legény. A szürke patás, csak ő húz itt szán, senki más lehet úr, lehet tény. Szaladt vágtat az égen, bárhogy fúj a szél. Se sarka, se sár, jó vörös tőle. Free.